Ez a mérkőzésen feszült hangulat uralkodott bennem, és kifakadtam, kiverte a biztosítékot az eredmény, és a második fél idei zavarodott játékunk, nem rendezett, nem volt összeszedett a fiúknak a fejébe, valami oknál fogva, nem tudom miért, pedig nem így jöttünk ki a második fél, de amit megbeszéltünk, hogy folytatni kéne az első fél időbeli játékot, és ugye nekem teljesen másképp alakult a játékképe. Amellett voltak helyzeteink, amiket nem rúgtunk be természetesen, de összkép alapján rosszabb volt, mint az első fél. A kihelyezett büntetés, azt átbeszéltük a Gyurival, ugye, és megbeszéltük, hogy jelen esetben most nem büntetünk, ugyanis nem hozzáállásbeli problémák voltak, hanem szakmai jellegű problémák voltak. Így most ezt eltekintünk ettől. Az nem kizárt, hogy a közeljövőben, hogyha van valami még, akkor lehet büntetni a fiúkat természetesen. Úgyhogy jelen esetben most eltekintettük. A gólt azt mondjuk a kapusra fogják először, utána a védelemre, de én azt gondolom, hogy itt csapatszinten kell beszélni a védekezésről, mert amit próbálunk játszani, és az edzőink szeretnek, hogy játszanak, abban igenis nagy szerepe van a csatároknak is, hogy elkezdjék a letámadást, hogy próbálják megakadályozni az íveléseket. Ebben a ligában próbálnak azért sok csapat ellenünk azt a taktikát választja, hogy egy hosszú nyitással tud majd gólt szerezni, mert próbáljuk feltolni a védekezésünket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az javulni fog egy kis idő, aztán reméljük, hogy tényleg beállít a rendszer. Az a célunk, hogy a következő mérkőzéseken nullára lehozzuk, és kevesebb gólokat kapjunk. Jól dolgoznak a fiúk, megcsinálnak mindent az edzésen, amit kérek és megkövetelek. Néha vannak gyengébb, ott is gyengébb periódusok, vagy éppenséggel egy kicsit lazábban csinálják fiúk, de azt azonnal észreveszem és szólok. Úgyhogy azzal nincsen gond ilyen szempontból. Keveset tudok Mosonmagyaróváról, vannak rutinos játékosaik. Most rúgtak a Szolnoknak egy 4-est idegenbe. Hát ellenünk mindenki úgy fog játszani, hogy az élete nagy meccse lesz. Na most nekünk ezt kell inkább reagálni, nem is a tudást, a különbséget, a képességből különbség, inkább ezt kell jobban reagálni, hogy még jobban kell nekünk akarni, az ő akaratukat kell legyőzni tulajdonképpen. Hát nyilvánvalóan magunk játékát akarjuk játszani, dominálni akarunk a mérkőzésen, kezdeményezni akarunk a mérkőzésen, és gólokat rúgni a mérkőzésen.